Ha valaki csak egyedül él, akkor is van 5-10-15-20 fióka. És akkor, hogyha még van mondjuk gyereke is, meg felesége, stb., akkor úgy, hát nálunk például a Csárban, egy négyünknek szerintem 100 fölötti fiókunk van, és akkor ugye mit, mi lehet, milyen variációk vannak, vagy az van, hogy így a, kit érdekel, és mindig megadom ugyanazokat a jelszavakat, mint a 100 fiókhoz, vagy megpróbálom valahogy kezelni, ugye hozzá nem értő módon elkezdem mérkálni valami füzetbe, vagy papírra a jelszavaimat, vagy pedig, hogyha az ember komolyan akarja venni, akkor olyan megoldások után nézzünk, amiről majd itt lesz szó a későbbiekben is, de ez mindenképpen egy stressz szerintem. Ugye, hogyha valakinek ugyanaz a jelszava mindenhol, akkor nagyon gyakori az a forgatókönyv, ezt már több mint tíz éve látjuk, kiszivárog egy jelszó valakinek a magángépéről, vagy egy szolgáltatót föltörnek, vagy valahonnan. Végig az összes létező Gmail, Apple ID, LinkedIn, Facebook, Gmail, minden platformon, és akinek egyforma jelszava, az rögtön föl van törve. Az csökkenti le a feltörhetőséget, hogyha kisbetű, nagybetű, szám és speciális írásjel is van. Ha mindent használunk, akkor 3000 év lesz ez a bizonyos feltörés a mai technikai fejlettség szintjén. Az IT biztonság napjainkban olyan, mint az autóvezetést. Ha egy pillanatra is lankad a figyelmünk, akkor nagyon komoly bajba kerülhetünk. Nagyanyáink nem csukták be régen a kertkaput, de ma az a természetes, hogy elfordítjuk az árban a kulcsot. Az online birtokunk ajtaját sem hagyhatjuk nyitva. Sőt, ma már minden ablakot is be kell zárnunk, és kapuört is kell állítanunk. Legyen a kibervédelem a mindennapjaink része. Mi elmondjuk hogyan. Ez itt a Heckfelmetszők velel is megtörténhet című podcast. Én Gécsek Tóth vagyok. Már is kezdünk. Elég egyetlen rossz kattintás ahhoz, hogy egy pusztító zsarolóvírus áldozataivá váljunk. Sokszor hallhattuk már ezt a figyelmeztetést, és gyakran hívják fel a figyelmünket az online tér veszélyeire. Mindez azt is eredményezheti, hogy azt érezzük, ez egy veszélyes világ, és bármit teszünk, úgysem tudjuk elkerülni a kiber támadásokat, az online csalásokat. Ezt nevezzük biztonsági fásultságnak. Az új trendek új jelenségeket generálnak. Hogyan lehet elérni, hogy ne egy bizonytalan és veszélyes masszának éljük meg az internet alapú munkát, szórakozást? Hogyan lehet mindig ébernek maradni, és mindig biztonságosan belépni egy-egy oldalra? A IT biztonsági podcastunkban a vírusvédelemről jól ismert ISET e IT biztonsági megoldásait forgalmazó szikontakt szakértőivel járjuk körbe ezt a kérdést. Beszélgető társaim pedig a mai napon Csizma Szia István Rambó, az ISET e termékeket forgalmazó szikontakt Kft. kiberbiztonsági szakértője. Szervusz! Sziasztok! Szia! És Vájsz Balázs, a szikontakt Kft. IT tanácsadója. Szia! Sziasztok! No, hát mondtam egy definíciót a biztonsági fásultsághoz. Mik a tünetei, hogyan ismerhetjük fel magunkon, ha már tényleg ez a helyzet áll fent, és belefásultunk ebbe az egész kibervédelembe? Igazából ez a jelenség szerintem mindig is létezett. Törekedni kell arra az egyensúlyra, amiket elvárunk a kollégától, hogy milyen szabályokat tartsanak be és hogyha ők úgy érzik, hogy ez túl sok, akkor rosszul reagálnak, és akkor nem törődömek lesznek, figyelmen kívül hagyják. Hogyha meg túl kevés van, ugye azok a szabályok meg akkor nem fedik le azt, amit a munkáltató szeretne, vagy amit az IT biztonság céljából praktikus megtenni. Tehát ez szerintem mindig is létezett, és a törekvés az az, hogy ez egy egyensúlyban legyen. Most jött ugye a covid Home office bezártak minket egy fél évre, utána jött az, hogy már részben ilyen hibrid munkavégzés alakult ki, és akkor óhatatlanul is ez a helyzet, ez több szabályt indukált, és hát a kifáradás az meg előjött a túl soknak érzett szabályok miatt. Egy 2018-as tanulmány kimutatta, hogy az EMEA régióban, tehát Európában, Közel-Keleten és Afrikában dolgozók több mint fele, 55 a nem törődik rendszeresen a kiberbiztonsággal. Közel együttödük pedig egyáltalán nem is aggódik miatta. Ez hanyagság, vagy biztonsági fásultság, vagy úgy vagyunk vele, hogy jött hát nem az én dolgom, majd erre vannak a kibervédelmi szakemberek, illetve a programok, vírusírtók, majd megoldják helyettünk. Szerintem ez a mai korból is adódik, tehát rengeteg tényező van, ami ezt befolyásolja, többek között azt, hogy információs túlterhegységben élünk gyakorlatilag, és rengeteg mindenre kell reagálni, rengeteg mindent kell befogadni, és sokszor már az ember elfárad a sok biztonsági szempontra is odafigyelni. Illetve beszéltünk például a munkahelyeken a hustle culture ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy az ember a munkájának él, és akkor teljesen belefeledkezik, és teljesen arra törekszik, hogy megfeleljen, illetve előrelépjen, stb. stb. És akkor itt is sok minden kizáródik a fókuszból, akár például a biztonság is. Illetve egy tavalyi felmérés szerint, amit a Galup készített, az is kidőlt például, hogy az embereknek a 80%-a utálja a munkáját. Na most, hogyha te utálod a munkádat, akkor nyilván a munkahelyeden sem fogsz mindenre úgy odafigyelni, mint hogyha teljes szívvel... Jelen lennél, és fontos lenne az, hogy a munkai elvárásainknak minden szempontból megfelelj. Illetve én még ide mondanám a tájékozatlanságot, ami az oka, bár ez engem mindig megdöbbent, hogy még tájékozatlanok az emberek, mert hát tele van az internetes újságok, a, a még létező nyomtatott újságok, a podcastek, minden ezzel, hogy biztonság, 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 és mégis gyakorlatilag hajmeresztő dolgok találkozik az ember erről már volt a korábbi adásokban is. Értenek. Hát Persze, mert nekünk kell energiát belefektetni, és ahhoz meglusták vagyunk. Úgy gondoljuk, hogy alják meg helyettünk, erre vannak az IT-biztonsági szakemberek. Hát igen, de nem csak lusták vagyunk, tehát szerintem úgy az, az a túlterheltség is, tehát amikor már ezzel felé áll a fejed, és akkor még, nem tudom, nyúz a főnököd, nyúz a gyerek, hívogat az iskola, stb. tehát hogy ezer dolog van, és akkor az embernek így nyilván már nincs ideje arra, hogy minden ilyen apró szegmese oda, és akkor jön egy olyan valami üzlet, rányomok, mi ez, ki, ki, mit akarnak már megint. Tehát ez is lehet, illetve lehet az, hogy a munkára végig visszatérjek, hogy nem csak a túlterheltség lehet, hanem lehet például a is valami, szerintem ez is megint egy modern szó a quiet kitingből adódik, például amikor valaki csak annyit tesz bele a munkájában, ami feltétlenül muszáj, tehát egy így elébe szól. És akkor nyilván így, ez megint a másik vége a dolognak, hogyha valaki így áll hozzá, akkor nyilván nem fog odafigyelni arra, hogy most milyen jelszavakat használ, aki érdekel, már úgyis elegem van az egész, úgyse akarok többet beletenni. Egyébként inkább a céges eszközeinknél jellemző ez a hanyagság, vagy a privát szférában levő eszközeinkre sem figyelünk oda. Mondj, ez alapján, amit elmondtál, logikusabb lenne, hogy ami a miénk, és mondjuk a privát dolgainkkal kapcsolatos, arra azért jobban odafigyelünk, nyilván több magánjellegű adatot is tárolunk ezeken az eszközeinken. Ez akár mind a kettő is lehet. Itt még az előbb, ahogy említetted ezt a felmérést, ezt én is olvastam, és hát nagyon érdekes volt, hogy körülbelül 40-42 évet dolgozunk, annyit töltünk el munkával, és ugye több idő ez, mint amennyit alvással töltünk, vagy amennyit a családunkkal, és hát ugye rengeteg stressz van. Visszatérve arra a kérdésre, amit mondtál, szerintem ez mind a két féle eszközre Vonatkozik. Nyilván az otthoni eszközödet, hogyha nem vesz részt a munkahelyi folyamatokban, senki nem kéri számon, csak legféljebb áldozat leszel, vagy pórújász, vagy incidensek történnek veled. Viszont, hát, ha a céges eszközön történik, akkor ott ez egy gyenge pont, meg számonkérés része is lehet, tehát mind a kettőre kell figyelni. Nyilván a munkahelynek is ez a felelőssége. Tehát, ugye ez a képzés, a biztonsági szabályoknak a felállítása az, ugye az ő sara, az ő feladata, vagy az ő feladatuk lenne. Hát az látszott, a Covid utáni időszakból, hogy ott például a dolgozóknak a kétharmada nem kapott külön ilyen felkészítést, amikor hirtelen egyik napról a másikra bekerültek ebbe a dobozba, hogy otthonról kell dolgozni. Sőt, igazából a IT Security biztonsági csapatokat, amikor meginterjúzták, akkor ők egy nyomást éreztek, hogy az üzletmenet fontosabb volt, mint az, hogy minden biztonsági szabály be legyen tartva, és egy jó fél év, egy év eltelt, ami beállt valamiféle egyensúly, hogy akkor mind a kettő farkas lehetett etetni, nem csak az egyiket. Illetve még annyit tennék ezt hozzá, hogyha így végig gondoljuk azt, hogy a, ahhoz, hogy a mindennapjaiban az ember létezzen, és mondjuk intézet a hivatalos ügyeidet, ugye fiók kell hozzá, legalább egy fiók kell hozzá. Aztán vannak az e-mail fiókok, a közösségi média fiókok, a nem tudom, az ételrendeléses fiók, stb. stb. Tehát, hogyha valaki csak egyedül Él, akkor is van 5-10, 15, 20 fiókja. És akkor, hogyha még van mondjuk gyereke is, meg felesége, stb., akkor úgyhogy, hát nálunk például a családban, egy négyünknek szerintem 100 fölötti fiókunk van, és akkor ugye mit, mi lehet, milyen variációk vannak, vagy az van, hogy így kitérdekel, és mindig megadom ugyanazokat a jelszavakat, mint a 100 fiókhoz, vagy megpróbálom valahogy kezelni, ugye hozzá nem értő módon elkezdem mérkálni, valami füzetbe, vagy papírra a jelszavaimat, vagy pedig, hogyha az ember komolyan akarja venni, akkor olyan megoldások után nézzünk, amiről majd itt lesz szó. A későbbiekben is, de ez mindenképpen egy stressz szerintem, és ugye hát mindig hát akkor... halogatjuk, hogy jó, igen, igen, kellene erre valami rendszert kiépíteni, nyilván nem mindig ugyanazt kellene megadni. Beleírom a telefonomba, fölírom egy papírra, tudom, hogy nem jó, de igen, amit te is mondtál, hogy sodródunk az árral. Meg alá is becsültet szerintem ezt a számot, mi egyszer összeszámolgattuk, hogy itt per kopf mennyi, és ilyen 300 és 400 közötti fiók megjelszó jött ki, ami egy Legalábbis, óriási ami szám. Hozánk is tartozik. Számoltam össze. És akkor még ugye csak a jelszavakról beszéltünk, de még nem beszéltünk biztonsági kifáradás, hogy ez nem csak a jelszavak, hanem azt, hogy mondjuk frissítsem az eszközeimet. Ugye nálunk családban mindenkinek legalább két eszköze van akkor azokra odafigyelni, akkor a vírusírtó, hogy mindig friss legyen az alkalmazások, stb. Tehát, hogyha ezt így, én mindig szoktam mondani hogy otthon, én, én is, tehát nem csak a munkahelyemben vagyok informatikus, hanem otthon is, tehát az informatikusok kertész, háznál. Meg nagyon drága tud lenni a hanyagság. A 2022-es Cast of Insiders Global Report szerint 2021-22-re a dolgozó incidensek okozta költségek, egy év alatt 34%-kal nőttek. Számokban kifejezve ez úgy néz ki, hogy 2021-ben 11,5 millió dollárba kerültek a helyreállítások, egy évvel később 22-ben pedig több mint 15 millió dollárba. Miket csinálnak a dolgozók? ami ekkora galibákat okoz. Egyébként ez a szám, ez cégenként értendő, mert így magában nézve, hogy magánemberként lehet, hogy sok, de egyébként meg nem sok. Mert én is olvastam ezt a statisztikát, és ez cégenként ennyi, tehát úgy már azért sokkal durvában hangzik, szerintem. Még durvábban így van. És ugye a cégméretektől függően ez még nagyobb is lehet, illetve kevesebb is lehet. Azt látni, hogy a cégeknek az öme az csak akkor hajlandó költeni jelentősebb összeget az IT-biztonságra, hogyha már túl esett egy incidens, vagy egy kibertámadás. Hát rengetegféle hiba van, ugye ez a jelszó, ez csak egy csepp itt a tengerben. Nyilván egy elég fontos, hogy ez a jelszó az megfelelő legyen. Szerintem erről majd egy szót később a továbbiakba. De az, hogy elavult rendszereket használnak, ugye itt a Covid-nál nagyon gyakori volt az, hogy például nem is kapott saját dedikált céges eszközt valaki, aki otthon maradt a munkájával, hanem mondjuk az otthoni eszközét használta, vagy ugye olyan megoldás is előfordult, hogy valaki otthon maradt a családjával, és akkor a gyereknek, meg a többi családtag is a céges eszközt vette igénybe, akár Habad volt ezt akár nem? Tehát itt keveredtek azért ezek a dolgok, amiket hát szintén nem szerencsés egy cégnek a szempontjából, akkor ha megosztják a dolgozók egymással a jelszavaikat, az is nagyon gyakran előfordul, akkor nem. De miért? Miért osztják meg abban, annak értelme van? hát, hogy lépjébe helyettem, és akkor végezd el ezt a feladatot, vagy akkor itt megtalálod. Ugye a, belépésnek ugye nem csak az a lényege, hogy egy biztonságos belépés történjen, hanem arról is gondoskodik céges környezetbe, hogy mindenki csak a saját munkaköréhez és munkafeladatához tartozó jogosultságokat kapja meg, és azokat az állományokat, azokat a hálózati helyeket, azokat az erőforrásokat lássa, ami az ő munkájához kell. És akkor ez itt rögtön meg van hágva, hogyha valaki ugye egy másik embernek halló loginjével lép be, akkor ugye nem a saját hatáskörét, hanem esetleg sokkal többet tud tönkretenni, vagy belelát, vagy elolvas, amit ugye nem kéne. Tehát ez helyből ugye nem szerencsés. De mi kerül ilyen sokba? Tehát, hogy több mint 15 millió dollárba cégenként a dolgozói hibák sorozata. Tehát mi történik itt? Hát lehet ez adatvesztés is, lehet az, hogy bekerül egy zsaroló vírus, és akkor nem csak, hogy megsemmisülnek az állományok, leáll az üzletmenet, hanem utána követelnek váltságdíjat, amit vagy kifizetnek, vagy nem, mentesíteni kell a gépeket, utána a helyre kell állítani ezeket a rendszereket biztonságosan. Tehát általában valamilyen tízes szorzót szoktak mondani, hogyha például egy zsaroló vírus megtámad egy céget, akkor ugye a bűnözők is igyekeznek egy olyan Mértékű váltságdiat követelni, aminek a tízszerese a helyreállítási költség, hogy ezek a cégek hajlandóak legyenek fizetni. Tehát itt azért nagy összeg van, és hogyha meg a kimaradást nézzük, mondjuk egy kritikus infrastruktúra, egy kórház, egy reptér, vagy valami olyan helyen, ahol minden másodperc számíthat, hogyha nem működnek a rendszerek, hát akkor ott óriási veszteségeket lehet elszenvedni így. hát gondoljunk csak olyan gyártással foglalkozó cégeknél, hogyha leáll mondjuk egy rendszer. Ott, Csak már a kiesés ott, ott, Hát meg ott szerződések vannak, tehát időre kell legyártani bizonyos alkatrészeket, mert lehet, hogy a megrendelőnek egy nagyobb termékének az egyik alapeleme, aminélkül nem tudják folytatni a, annak a gyártását, tehát ez óriási kiesést jelentett akár egy-két nap is. És hogyha mondjuk ugye határidők vannak, akkor ott ködbér is lehet, hogyha nem készülnek egy időben, meg szintén súlyos összegbe kerül. El. Tehát itt nagyon sok apró elemből, meg nagyobb elemből jön ez össze, ezek a, ez a hatalmas összeg. Itt, itt a tipikus hibák között akkor még lehet említeni ezt a BYOD, tehát ugye a saját eszköz munkába való használata, ami ugye gyakran azt eredményezi, hogy valaki a saját eszközeire nem fordít figyelmet, akkor egy frissítetlen, sebezhető, vagy esetleg kártevővel fertőzött eszközzel végzi a munkáját, azon kezelt céges adatokat, és ugye talán valami korábbi adásban beszéltünk erről a Shadow IT-ról is, aminek ugye az a lényege, hogy valami olyan erőforrást vesz igénybe, amiről nem tud a cég, nem engedélyezte, és akkor mondjuk valamilyen felhőstárhelyen vagy privát postafiókon keresztül küldözget céges adatokat, és hogyha azt föltörik, vagy kiszivárognak onnan céges adatokat, az is óriási nagy károkat tud okozni, tehát sokféle ilyen építőkockának kell a helyén lenni ahhoz, hogy minden rendben legyen. Két pólusa van az internetbiztonságnak, ugye a cégeknél az egyik az, hogy maga az IT szakemberek munkaköre meddig ér el, a másik oldal pedig a felhasználói oldal. A biztonsági felsúlytságot el lehet érni úgy könnyen, hogyha nagyon sok terhet pakolnak a munkavállalókra. Még erre figyelj, ezt frissítsd, Ilyen járszóta, és így tovább, és így tovább. Ti hol húznátok meg a határt, tehát hogy melyik legyen nagyobb halma, az inkább az IT szakemberek körét kellene kiterjeszteni és teljesen levédeni a munkaeszközöket, vagy pedig igenis nagyobb szerepvállalásra volna szükség a munkavállalói oldalról? Azt nem lehet kikerülni, hogy a munkavállalóknak ne legyen szerepvállalása, tehát szerintem ott még nem tartunk. Csak és... akár minimalizálni talán, az alá kerülhető lenne a biztonsági fásultság. Szerintem a probléma gyökere inkább ott van, hogy a munkavállalók nem kapják meg azt a szükséges képzést, ami ahhoz szükséges, hogy a feléjük tett elvárásokat azt korszerűen tudják, az ezeknek az elvárásnak korszerűen tudjanak megfelelni. Tehát, hogy mondjuk most megint visszatérünk hogy a jelszavakhoz, tehát, hogy, hogy hogyan kezeld a jelszavakat. Ha van egy jelszókező, és akkor most meg kell változtatni a jelszót, nem tudom, hetente, vagy havonta, vagy negyed évente, megmondod a vállalat, szóval egy gondnyomás a jelszógenerátor, legenerál egy jelszót, nem tudom, olyan karakterhoz, amit szeretném, mondjuk 20-30 karakterbe, elmented is ennyi, tehát 5 másodperc, és nem kell rajta stresszelni, hogy jaj, most mit talál föl? Jaj, mi volt az előző? Tehát, hogy így, érted, és akkor így, így nyilván sokkal könnyebb így belefáradni, meg elengedni, hogyha nem tudod ezt jól kezelni, és egy ilyen alkalmazást megtanulni, kezelni, ez nem idő, tehát egy nyugdíjasok is meg tudják tanulni. Ha tudják, hogy van ilyen alkalmazás. Ha tudják, hogy van ilyen alkalmazás, és rendesen meg van nekik mutatva. Tehát én inkább itt érzem a hiányosságokat. Kevés a képzés. Hát igen, igen, kevés. Kevés, meg gyenge minőségű is lehet, de ugye itt is egy ilyen egyensúlyról van szó, tehát egy cég például idézőjebb épeszű, vagy betartható jó szabályozást akar készíteni, akkor nyilván érdemes beszélgetni a munkavállalókkal, hogy mit használ, mit érzi azt, hogy segíti a munkáját, miről érzi azt, hogy gátolja a munkáját, és akkor ezeket meghallgatva kiépíteni egy olyan rendszert, amit aztán tényleg be is tartat, meg ellenőrzi is azt, hogy, 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 betartsák. Látsz ilyen példát Magyarországon? törekvést azt látni, hogy meghallgatják. Nyilván nem mindenhol, tehát mondjuk egy multicégnél nem fogják kikérni, ott maximum a kisebb főnökök mondják meg, hogy ők mit látnak jellemző problémának, de ilyen száz fő alatti cégeknél simán benne van az, hogy brainstorming jegyéből összeszedik ezeket a dolgokat, és akkor megbeszélik. De egyébként tényleg elképesztő hibákat tudnak. Tehát én, én emlékszem, hogy olvastam olyan cikket, hogy a brit fogorvosok ilyen Instagramon, meg Facebookon küldözgettek orvosi leleteket a betegeknek, meg hasonló. Tehát, hogy annyira mindenki keresztbe tesz ennek, hogyha nincs számonkérés és nincs ellenőrzés, hogy az biztos, hogy egy zálogának kell lenni azt, hogy Ezeket a szabályokat nem csak megírjuk, hanem elő is írjuk. Tehát volt egy, azt hiszem talán a Telekom, ahol bevezették azt, hogy mindenki, aki kimegy a szobából, az lezárja a gépét, és akkor ott a képernyővédő megy. És akkor volt a főnök, aki ott sétált, és aki azt nem csinálta meg, az mit tudom én, 10 forint büntetés. És akkor ott egy hónap alatt mindenki megtanult, hogy aki kimegy a szobából, lezárja a gépét. Tehát nyilván megvannak erre az eszközök, hát ezt nem 123. tehernek kell az emberek hátára tenni, de meg lehet tanulni ezeket a dolgokat, és jó, meg is akkor, kell. Akkor, akkor fess fel egy ideális képet. Akkor látsz jó gyakorlatokat Magyarországon, mi az, ami nagyon szimpatikus megoldás egy cégnél. Tehát, hogy hogyan lehet ezt jól átadni, színesen átadni, hogy ne nyűgnek érezzük, hogy ne annak érezzük, hogy már megint valamit le akarnak nyomni a torkunkon, és a 120. dologra is nekünk kell odafigyelni. Hát, átfogó választ nem tudok adni erre a kérdésre, de voltam egy olyan konferencián, ahol erről a erről a játékosításról volt szó, és akkor ott nevezetesen szóba került, hogy kellett ilyen IT biztonsági és mindenféle tanfolyam, vagy hát tudás átadás keretébe, és akkor ott ezzel a játékosítással csináltak valami olyan házi versenyt, hogy többször is el lehetett olvasni az anyagot, a külön osztályok azok külön versenyeztek idézőjelbe, és akkor ott ki volt tűzve nekik valami nyeremény, hogy aki a legjobb eredményt érje el a saját csoportjába, azok mit tudom én kapnak valami buszos kirándulást, vagy valami hasonlót, és akkor, amikor megnézték a főnökök ezt a statisztikát, akkor azt látták, hogy minden egyes dolgozó legalább 6-szor, 8-szor végigolvasgatta ezeket az anyagokat. Hogyha se leraksz itt egy akárhány géppel oldalt, vagy egy PDF-et, hogy valaki olvas el, azt mondja, ah, jó van, és akkor elmegy a végére, és azt mondja, hogy elfogadtam, megnéztem. Tehát... Valamit bele kell vinni, valami fantáziát ebbe meg attól is függ, hogy milyen a dolgozóknak a biztonság tudatossági szintje. Tehát hogy szerintem ez egy nagyon fontos dolog, hogy amikor felmérjük, hogy milyen oktatás tartunk mondjuk a cégnek, akkor ne feltételezésekből induljunk ki. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy az én dolgozom így biztonságtudatosak, vagy úgy nem, mert hogyha túlbecsülöm a biztonság tudatosságunkat, akkor nem fogják megkapni azt a megfelelő képzést, amire szükség van. Ha meg alábecsülöm, akkor meg lesz az egész, és akkor meg pont az lesz, hogy nem olvassák el, vagy nem vesznek részt rajta, vagy végig alusszák nyitott szemmel, és akkor ez megint nem éri el a célját. Tehát ez valami Nyilván tesztel, vagy bármilyen felméréssel ezt meg kell állapítani, és akkor látja azt is, mondjuk egy cégvezető, hogy honnan indulunk, és hol vannak a gyenge pontok, hol kell erősíteni, mit kell jobban erőltetni, hol kell súlyozni egy adott esetben a képzést. Vannak egyébként erre szakmai ajánlások, hogy, hogy érdemes ezt megcsinálni, és mondjuk amikor az ember jó példát akar keresni akkor el kell menni valamelyik bankhoz, vagy megnézni, hogy ők hogy csinálják. Tehát ott például, hogyha a bank felhős tárhelyet akar igénybe venni, akkor ott van egy ilyen 20 gépelt oldalas kérdőív, amikor a szolgáltatónak elküldik, melyik országban van a szerver, melyik szobában van a szerver, milyen biztonsági követelményeknek felel meg, és akkor bekérik ezt, és akkor utána eldöntik, hogy igénybe veszik -e ezt a szolgáltatást. Tehát van, aki azért nagyon magasra teszi a mércét, nyilván innen lehet tanulni. Cég méret és cég komolyság vagy cég vagyon tekintetében, hogy mi hova helyezzük ezt a lécet. Oké, okay, akkor a biztonsági fásultságot nem figyelembe véve. Tehát melyek azok a tényleg alapvető, nagyon-nagyon alapvető dolgok felhasználói oldalról, amiket nem szabad kihagyni, akkor sem, ha már elegünk van mindenből. A jelszónál az tényleg egy ilyen, hogy most kicsit a jelszóra visszautaljuk, mindenhol külön, erős, egyedi jelszót kell használni. Ugye, hogyha valakinek ugyanaz a jelszava mindenhol, akkor nagyon gyakori az a forgatókönyv, ezt már több mint tíz éve látjuk, kiszivárog egy jelszó valakinek a magángépéről, vagy egy szolgáltatót föltörnek, vagy valahonnan, végigpróbálgatják az összes létező gmail, apple id, linkedin, facebook, gmail, minden platformon, és akinek egyforma jelszava, az rögtön föl van törve. Tehát ugye a megfelelő erős, amiről majd szerintem még ejtünk szót, meg az, hogy mindenhol egyforma, az egy ilyen. Együnk most. Elhetsünk most. Mitől erős? Hát 20-30 karaktert emlegetett Balázs, amit tényleg borzasztóan soknak tűnik, de más módszerekkel akkor talán tényleg mégsem az, hogyha nem mi akarjuk kitalálni és fejben is tartani. É it muta nálad? Itt mutatjuk a hallgatóknak ezt a szép színes táblázatot, remélem mindenki látja. Én megnézném hát közelebbről. A, a lényege az, hogy az első oszlopban az egy elég friss Hive Security nevű cégnek a weblapjáról hoztam, Ugye az első oszlopban azt található, hogy ha csak számokat használunk, akkor mennyi idő a feltörés, ez a próbálgatásos brute force ah, technikával. És ez, ez meg a karakterszám, tehát hogyha mondjuk 12 az, az karakterből karakter áll, csak számok, az két másodperc alatt feltörhető. Probléma. Nagyon jó ez a táblázat, majd ki fogjuk tenni. Az epizód leírásában lesz egy link, ott rá lehet kattintani, és akkor bárki megnézheti. Amit most én láttam, és nagyon megdöbbentett, hogyha 12 karakterből álló, csak számokból álló jelszót használ valaki, az két másodperc alatt feltörhető. Igen. És akkor az oszlopokon még menjünk végig, ugye? Hogyha... Igen, akkor most maradok a 12 karakternél. Ha csak kisbetűs kisbetűket tartalmaz, és számokat nem, az két nap. Hogyha kisbetűket és nagybetűket kombinálva, az már 24 év, és számokat nem is. Tehát, hogy a számok ennyire lecsökkentik a feltörhetőséget? Az csökkenti le a feltörhetőséget, hogyha kisbetű, nagybetű, szám és speciális írásjel is. Van. Ezt húztam be ilyen határvonalnak, ugye ezzel a kis fehér vonallal, mert innen látszik, hogyha mindent használunk ugye a legutolsó oszlopba, akkor 3400 vagy 3000 év lesz ez a bizonyos feltörés. Így nyilván a mai technikai fejlettség szintjén, tehát lehet, hogy ha két év múlva beszélünk, akkor ez rövidebb idő, de nyilván ez a megóvandó információ elavulásánál jóval nagyobb idő és magasra teszi a lécet. Tehát ugye a jelszót sokszor szoktuk úgy emlegetni, hogy ez nem is jelszó, hanem inkább jelmondat, tehát egy kellően hosszú és ami még érdekes, hogy nagyjából teljesen mindegy, hogy négy karakter, öt karakter vagy hat karakter az adott jelszó, mert hogy ezen belül bármit teszünk is bele, ez a táblázat szerint legalábbis rögtön feltörhető. Tehát mindegy, hogyha mondjuk hat karakterből áll, és van benne szám, mindenféle karakter, betű akkor is azonnal feltörhető. Tehát hét karaktertől indul már egyfajta védettség a táblázat szerint. Érdekes. Igen, addig semmi. Hát ugye minden évben ki szokott jönni ez a legrosszabb jelszavak nevű gyűjtés, és akkor ebből ugye látszik ez az ABC, egy, kettő, három, kverti és hasonló ilyen Rettentő, primitív, egyszerű, gyorsan feltörhető, gyorsan kitalálható jelszavaknak a gyűjteménye. És akkor úgy kell elképzelni ezt a feltörést, hogy aki föl akarja ezeket a jelszavakat törni, egyrészt van egy szótárja, beleteszi az összes ilyen gyenge jelszót, amit tapasztalt, hogy tömegével lehet találni. Beleteszi az összes szótári szót, alma, körte, kutya, stb., amik szintén gyakoriak. És akkor utána, hogyha ez a szótár pár másodperc alatt vég, ketyeg és nem törte föl, akkor elkezdi, hogy egy karakter hosszon végigpörgeti az összes karaktert, aztán két karakter hosszon, és akkor start valamennyi gépideig, de hogyha három ezer évig kellene számolgatni, akkor nyilván akkor már magasra tettük a lécet, és akkor ugye nem is emlegettük még ezt a kétfaktoros autentikációt, ami szintén Szerintem egy fontos védelmi vonal. Az hol állítható be, milyen frontokon állítható be? Nyilván a banki alkalmazásoknál már ismerjük, ott nem is tehetünk mást, ott már kötelező. Akár egy laptopon belépéshez is kérhetek kétfaktoros azonosítást. Vagy még Vannak több olyan eszközök, ahol, ahol már lehet ilyen biometrikus, tehát hogy lenyomattal, lehet belépni. Nagyon sok rendszer támogatja úgy, hogy kötelezővé teszi, sok rendszer támogatja úgy, hogy választható. Mi azt szoktuk tanácsolni, hogy mindenhol, ahol csak lehetőség van, éljünk ezzel a kétfaktoros autentikációval, ugye? Szoktuk emlegetni ezt a haveibeenpound.com nevű weboldalt, ahol a kiszivárgott, ellopott jelszavaknak a gyűjteménye található meg. Ott 12 milliárd, most nem emlékszem a konkrét számra kiszivárgott, ellopott névjelszó páros van, de hogyha van egy kétfaktoros autentikáció, ahol kapok mondjuk egy SMS-t, akkor egy egyedi hitelesítő program legenerálott nekem egy számot, vagy egy tokent, vagy új lenyomatot, arcfelismerést kell mellé tenni, akkor nem tudnak belépni az én nevembe, mert el kéne, hogy lopják a telefonomat is, vagy le kéne vágniuk az ujjamat. Tehát akkor adtam egy ilyen plusz dolgot, még a 3000 év mellé be lehet rakni ezt a kétfaktoros autentikációt. Tehát ezt mindenhova eszközön, szolgáltatáson, ahol csak ki lehet választani, vagy ahol kötelező, ott éljünk vele, az egy hasznos dolog. Említettétek a jelszószépeket, nagyon-nagyon sokféle program van erre, múltkor én is böngészgettem, hát, mi alapján választunk megfelelő jelszószéfet? Több szempont is lehet. Akarsz-e fizetni érte, nem akarsz fizetni érte? Mondjuk, ha nem akarok, akkor találok azért olyat, ami megbízható? Lehet találni, igen, olyat, ami megbízhatóan, csak ugye tudtok, lehet, hogy... Tudtok neveket mondani, vagy kérdezhetek neveket, hogyha tényleg ti tudjátok, hogy mi az, ami jól működő szó szép, hogy mi az, amit ti tudtok ajánlani. Persze, még előtte a szempontokon menjünk végig, tehát ugye lehet az, hogy fizetős legyen, vagy ingyenes, legyen-e felhőszinkronizáció, vagy úgymond legyen cross platform, tehát hogy a telefonodon, a laptopodon mindenhol ugyanaz a jelszó állomány legyen az alkalmazásban, tehát ez is egy fontos szempont. Van, aki nem bízik szolgáltatókban, mondjuk erre van is egyébként alap, hogyha így olvasátok a híreket, akkor nekik van olyan, ami csak offline, tehát nincs szinkron, és akkor te tudod kezelni a saját adatbázisra, tehát ezek a szempontok vannak. Hát, hogyha mondjuk azt, hogy mindegyik szempontnak meg akarunk felelni, van az esetnek egy password manager -e. ez az otthoni felhasználóknak szánt premium termékünkben az eset Smart Security Premium van, benne, tehát aki ezt a terméket válasz, az kap egy elszókezelőt is, amit tud számítógépen és mobileszközökön és Android és is, Androidosan is, ios en is használni, és az felhő rendelkezik, tehát ha valamelyiken egyszer beérsz egy jelszót vagy űrlapot, akkor az a többin is megeszt. Tehát ez egy ilyen komplex átfogó megoldás. Aztán hát az ingyenesek közül mondjuk én a Bitwarden-t említeném, vagy a képest. A képesnél nincsen felhőszinkron, az egy offline, tehát azon a gépen van az adatbázis, vagy azon az eszközön, amire telepíted és létrehozod. Tehát nyilván lehet ott is megoldani, hogy legyen a mobiltelefonod, és csak akkor kézzel kell mozgatni az adatbázist, hogyha a frissülés van és hogyan félek hozzá a jelszószéphez? Egy mesterjelszót kell megegyezni. Nyilván érdemes egy, itt az István előző <laughs> no, táblázata mi, alapján egy... Miért érdemes, mondjuk akkor 18 karakterből álljon, legyen benne nagybetű, kisbetű, számok és szimbólumok, és akkor Szerintem a 12 438 ezer év alatt törik hát az, Az, az túlzás talán, de egy 12 karakteres is nagybetű szám és speciális karakter tartalmazó jelszó, ez szerintem elég, hogyha ezt megjegyzi az ember, és akkor itt gyakorlatilag ezt az egy jelszót kell észben tartani, és ezzel titkosítod le, vagy ezzel oldod fel az adatbázisnak a titkosítását, amikor nyitod. És ha ezt elfelejtem, a mesterjelszót? akkor sincsen nagy probléma, általában vannak helyreállítási kulcsok a különböző szolgáltatások, de nyilván azt is el kell menteni. Tehát én azért mindenkit arra biztatnék, hogy a, aki jelszószép használatába vágja a fejszét, hogy a legalább a mesterjelszót azt jegyezze meg, vagy rakja el, vagy olyan biztos. Nem olyan nagy véteg, ha ezt egy papírra felírjuk, nem, és eltesszük. Arra. Hát igen, csak ne a monitorra rakjuk egy posztit, és akkor, akkor jó lesz. Én jelszóidben két érdekes dolgot említenék. Az egyik, hogy a Microsoft az 2018-ban bevezette a jelszó választási szabályok közé, hogy látta, hogy megjelennek ezek a legrosszabb jelszavak, ezek a primitív, könnyen feltörhető, egyszerű jelszavak, és megtiltotta a szabályodásba, hogy ezeket ki lehessen választani. És ez például szerintem egy nagyon jó gyakorlat. És a másik, amit említeni akartam, az pedig az, hogy a egy tipikus támadási forma, és ez ugye kapcsolatban van azzal, hogy a, ezt a kifáradást említettük, ugye, hogy ez a biztonsággal kapcsolatos fáradás, hogy van a kétfaktoros autentikáció, és vannak olyan támadások, láttunk olyan támadást, ahol egy hamis ablak feljön, és megpróbálja ezt a kétfaktoros autentikációt kérni tőlünk. De mondjuk olyan időszakban, amikor alszunk, mondjuk éjjel egy órakor, és akkor az ember azt mondja, hogy hagyj el engem békén, és akkor a káncerre nyom. De hogyha ez följön, nem tudom én, 30-szor vagy 100-szor, akkor ugye az emberek egy idő után hajlamosak azt mondani, hogy na most már hagyjál engem békén, és akkor beképeli, hogy tudjak aludni. És ez például egy tipikus ilyen kétfaktoros autentikáció kódjának az ellopási módszere, hogy olyan sokszor jön föl egy üzenet, hogy belefárad, vagy megunja a felhasználó, és akkor azt mondja, hogy na, most már én dolgozni szeretnék, vagy aludni szeretnék, és akkor mégis beképeli, de nem abban az ablakba gépelte bele, amiben kellett volna. Tehát van ott raffinéria sajnos a támadói oldalon bőséggel. És ha már kétfaktoroshoz így visszakanyarodtunk, manapság vannak megint ilyen különböző kampányok, meg hullámok, amikor támadják a különböző fiókjainkat. Most nem még volt egy YouTube hullám, amikor YouTube fiókokhoz próbáltak hozzáférést szerezni, és sokszor szereztek is, aztán az Instagram, Facebook vonalon és elég gyakori ez. És ezt így kérdezte csak, aztán nem válaszoltunk rá, hogy én azt gondolom, hogyha a levelező szolgáltatóinkat, tehát mondjuk Gmail, Outlook, stb. megnézzük, ott van kétfaktoros autentikáció, tehát ott mindenképpen érdemes bekapcsolni. Érdemes a közösségi oldalakon és a nagy szolgáltatóknál mindegyiknél van. És akkor alapvető adatainkat már meg tudjuk védeni, illetve nyilván lehetnek olyan vállalkozások, ahol mondjuk konkrét anyagi bevételeket jelent egy YouTube vagy egy közösségi oldal, és nyilván, hogyha ez elvesztik a hozzáférést, akkor az akár elég komoly anyagi veszteséget is tud okozni, tehát ezért mindenképpen javaslom, hogy, hogy ezeken kapcsoljuk be, és magánszemélyként is, tehát hogyha mondjuk van egy postafiónk, és oda jön az összes hivatalos levelezésünk, akár személyes adatokkal tele, az mondjuk nem biztos, hogy jó, hogyha más kezébe kerül. Még egy jó módszert megemlítenék, ugye ez a két faktor, ez lehet egy hardveres eszköznek a, az alkalmazása is, mint például a YubiKey, ami azt jelenti, hogy Amit most mutat, a, egy ilyen usb mintegy kulcs mintegy szerű pente. dolog, Igen, és a Google-nél 2018-ban bevezették azt, hogy a kétfaktoros autentikációt egy ilyen hardware eszköz segítségével érték el, és azóta, hogy egy névjelszó pároson kívül a dolgozónak egy ilyen eszközt is be kell dugni, a dedikált eszközbe, tehát nem mindegy, hogy hova, azóta nulla adathalász támadást szenvedtek el. Tehát, hogy egyszerűen ez, is, ez is, egy lehetőség, hogyha két vagy multifaktorról van szó. Illetve még igen, eszembe jutott egy gyakori félreértés itt a kétfaktoros autentikációval kapcsolatban, amikor itt szoktuk ezt javasolni akár a családban is, hogy jaj, de hát én azt nem akarom, mert akkor állandóan meg kell adnom a másik faktort, meg állandóan itt fáraszt engem, hogyha meg akarom nézni az e mailemet meg be akarok lépni a Facebookra, ez nem így van, tehát itt meg lehet jegyeztetni a különböző eszközöket, és amikor beállítjuk a kétfaktors autentikációt, akkor az állandóan használt eszközeinken egyszer hitelesítünk, és akkor többet azon nem fogja kérni, csak akkor, hogyha kijelentkezünk. Úgyhogy ezt ezzel is tartottam fontosnak elmondani, mert ez nyilván sokakat eljesztett, nyilván iszonyú fárasztó lenne. Minden alkalommal a belépni, igen. nem kell, egyszer meg kell adni, és akkor később csak akkor fogja kérni, hogyha valami probléma van, vagy eszközt cseréljünk, és új bejelentkezést tészte. Illetve van még egy ilyen jó feature ezzel a multifaktoros autentikációval, hogyha mondjuk bejelentkeztünk, akkor lehetőség van arra, hogyha látjuk, hogy esetleg illetéktelenek beléptek a nevünkbe, akkor ki tudjuk jelentkeztetni ezeket az illetéktelen belépéseket. Tehát egy ilyen kontrollt lehet gyakorolni, illetve sok szolgáltatásnál arra is van lehetőség, hogy kapjunk már a belépési kísérletekről is külön értesítést, és akkor ugye lehet látni, hogy valaki 5 perccel ezelőtt megkísérhet belépni ebbe a szolgáltatásba, és az, az olyan, mint amikor a bankkártyánkkal a legkisebb terhelésről is kapunk egy push értesítés, és akkor látjuk, hogy valami ezt történt. Ezt a ilyen csinálják? Ezek ne, adják nem, az Nem, ezt a, ezt a szolgáltatások, tehát a, mondjuk a, a Google-nél és a Facebook-nál van ilyen, hogyha valaki az én azonosítómmal megpróbált valahol belépni, azonnal kapok egy e-mailt, hogy történt egy ilyen kísérlet. Én voltam? Nem én voltam? És akkor ezzel azért kontroll alatt lehet tartani. Igen, illetve a következő adásban lesz a zsaróvírusokról. A zsaróvírus támadások elhelyításában is komoly szerepe lehet a kétfaktoros autentikáció használatának mondjuk céges környezetben. Úgyhogy én a cégvezetőket is bátorítanám, hogy ahol lehet vezessék be a kétfaktoros autentikációt. Biztonsági fásultság. Az elmúlt bő fél órában megtudhattuk azt is, hogy létezik ez a kifejezés, és hogy mi a jelentése. Illetve beszéltünk arról is, hogy a jelszavainkkal hogyan érdemes bánni. Milyen tanulsággal engednétek el a hallgatókat mára egy-egy gondolat erejéig? a jelszó, mint egy lakáskulcs, egy privát vagy céges titkokat őriz, intim szféránkat védi, fontos komolyan venni és e szerint kezelni, illetve hát a két tényezős hitelesítés, ahol csak lehet. Úgy gondolom, hogy az IT biztonság napjainkban olyan, mint az autóvezetés. Tehát, ha egy pillanatra is lankad a figyelmünk, akkor nagyon komoly bajba kerülhetünk. Úgyhogy én azt javasolnám mindenkinek, hogy ezt vegye számításba, és próbáljon meg nem belesüljedni a fásultságba, amiről itt most beszéltünk. Köszönöm szépen a beszélgetést. Csizmazi a darab Istvánnak, azaz Rambónak, az ISET termékeket forgalmazó Szikontakt Kft. kiberbiztonsági szakértőjének, és Vájsz Balázsnak, a Szikontakt Kft. IT tanácsadójának. A következő hack felmetszőkben pedig azt vesézzük ki, hogy mit tehetünk akkor, ha kibertámadás áldozataivá válunk, vagy saroló támadta meg a rendszerünket, ha az adatainkat, vagy ha bármilyen más módon megkárusítanak bennünket. Tartsatok akkor is velünk, Gécsek Tóthenikőt hallottátok. Sziasztok!